Alig talált nyaralókat a Balatonnál a hvg.hu nevű balliberális hírportál. A lap szerint ugyanis az üdülőhelyekre a drágaság miatt visszafogottan érkeznek a vendégek. Az árak emelkedése nyilvánvaló, de az is, hogy ennek ellenére is sokan vannak a Balatonnál. Mintha nem is egy nyár közepi füllett vasárnap este lenne, alig lézeng valaki a Velencei tó déli partján, számolt be turisztikai élményeiről kritikai hangvételű írásában a HVG újságírója. A cikk annyira fontos lehetett a szerkesztőségnek, hogy azt idő előtt már szombaton közzétették az interneten. Az írás a címében is sokat sejtető, durván elszálltak az árak a Balatonnál, nincs is túl sok nyaralni vágyó a parton. A tartalomra egy címlapfotóval is igyekeztek ráerősíteni, amin néhány vízibicikli látható rajtuk tucatnyi fürdőzővel. A magát hitelesnek és objektívnek mondó HVG mindezzel azt sugallta, a mély szegénységben lévő magyarok kedvelt turista célpontja üres. A tóparti élet kifulladni látszik. Ezek a felvételek még az idény elején Siófokon készültek. Ezek pedig már szombat este. Jól látszik, hogy a magyar tengerpartján folyamatosan zsong az élet. Zsúfolásig megtelt éttermek, szórakozó helyek, az utcákon pedig sétálók ezrei élvezik a nyarat a Balatonnál. A HVG újságírója egy webkamera felvételére hivatkozva azzal is próbálta hergelni olvasóit, hogy még a Balaton legjobbnak mondott csopaki strandján is láthatóan jócskán van távolsága fűre terített törölközők között, pedig ott talpalatnyi hely sem szokott lenni. Ezzel szemben ugyanennek a kamerának a felvételei alapján vasárnap reggel 9:30-kor még valóban alig voltak a parton, de délben már megtelt a strand napozókkal és fürdőzőkkel. Hasonló volt a helyzet Zamárdiban, és ugyanez a látvány fogadta stábunkat a Balaton széplaki Szabadstrandon is. Árérték arányban szerintem még azért mindig ez a legjobb. Most Horvátországot egyelőre hanyagoljuk, majd talán jövőre. Gyorsan ide lehet érni, ha nincs dugó, és hát azért szeretjük, jó a víz, gyerek is nagyon szereti. Ennek a helyi büfének a vezetője azt mondta az M1-nek, jó lesz az idei forgalmuk, a Balaton továbbra is népszerű turista célpont. Általában ilyenkor augusztus elején indul be igazából a külföldiekkel a forgalmunk, eddig a hazaiak voltak inkább, ugye Németországban kezdődnek a szabadságok, általában az augusztus az, amikor mindenki itt van. Már több mint 3 millió vendég éjszakát foglaltunk alapvetően mi magyarok belföldön. A belföldi turizmus stabilan helyreállt a koronavírus járvány okozta leállásból. A külföldi vendégek lassabban, de már újra jönnek Magyarországra. A balatoni szálláshelyek pénzforgalma pedig megduplázódott. Ezt a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója mondta a Kossuth Rádióban. Júniusban azt láttuk, hogy kb. 10 milliárd forintnyi forrást költöttünk a Balaton szálláshelyein, ez kétszer annyi, mint tavaly. Júliusban csak nyers számaim vannak még, 25,5 milliárd forintot látunk, ami 35%-kal magasabb, mint a tavalyi évben. Guller Zoltán emlékeztetett, a nyári turisztikai szezon a magas átoltottságnak köszönhetően teljes szabadságban kezdődött. A magyarországi turizmusnak így legalább egy, másfél hónap előnye volt Európával szemben, amelyet meg is tartott.